Kedves nézőink! A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Perczel Mór Technikum szakképzőiskola és kollégium online ballagását láthatják. Köszöntőt mond Zsipi Gyula igazgató úr! Tisztelt szülők, nagyszülők, barátok, hozzátartozók! Tisztelt kollégák, munkatársaim! Kedves végzős diákok! Sok jelentős ünnep van iskolánk életében, ilyen a szalagavató és a ballagás is. Az élet úgy hozta, hogy a szalagavatót és a ballagást a hagyományokhoz híven most ebben a helyzetben nem tudtok megünnepelni. Az iskola dolgozói, tanárai, diákjai, a vezetőség ezzel a kis videóval búcsúzik tőletek. Hát elérkezett ez a nap is. Sajnálatos módon nem úgy, nem abban a formában, ahogy ti diákok, a szülők, a hozzátartozók és mi tanárok elképzeltük. Az előző években feldíszítottuk az iskolát és a tantermeket. Idézeteket írtunk a táblára az ünnephez méltóan. Sajnos ebben az évben ez most elmarad. A ballagás olyan ünnep, amelyben jelen van a búcsúzás, az elválás pillanata, a múlt, amit megéltünk és átéltünk, és a jövő lehetősége. A búcsúzás mindenkiben vegyes érzelmeket kelt, de az biztos, hogy az itt eltöltött éveket nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagyott mindenkiben, diákban, tanárban, szülőben, barátokban. Vannak, akik szomorkodnak, és talán jól érezték magukat, és sok-sok élménnyel, tudással gazdagodtak az itt eltöltött évek alatt. De biztos vannak olyanok is, akik kevésbé találták meg számításokat. De egy kicsit emlékezzünk, milyenek is voltak az első órák, napok, találkozás az osztálytársakkal, az osztályfőnökökkel és a tanárokkal. Az első dolgozatírások, a feleletek, az osztálykirándulások, az emléketes percelnapok. Sajnos a szerenád és a bolondbalagás is elmaradt, és még rengeteg olyan élmény, amely negatív vagy pozitív értelemben ért benneteket ebben az iskolában. Kedves végzős diákok! Az év elején úgy terveztük, hogy a mai nap az ünnepi, az ünneplésé. A polgármesteri hivatal előtt az iskolában, az udvaron, a szülőkkel, a barátokkal, a tanárokkal együtt elbúcsúzunk végzős diákjainktól. De a vírus megjelenése megváltoztatott mindent. A következő időszakban mindenki számára jön a megmérettetés. Amit az elmúlt években megtanultatok, abból most számot kell adnotok. Ez az időszak próbára tett mindenkit, tanárt is, diákot is. De én úgy gondolom, mindenki megtett mindent annak érdekében, hogy a vizsgák sikeresek legyenek. Vannak, akik érettségizni, mások szakmunkás vizsgázni fognak. Most ebben a helyzetben főleg írásban és gyakorlatban kell számot adnotok, mit is tudtok. Közel 70 végzős tanulókra vár egy komoly feladat. És talán nem mindegy, hogyan sikerülnek a vizsgák. Vannak közöttetek, akik szeretnének tovább tanulni, és lesznek olyanok, akik a munkát választják. De a vizsgát mindenkinek komolyan kell vennie, mert a jövőtöket határozhatja meg. De most gondoljunk néhány pillanatig mindazokra, akik segítettek, buzdítottak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. A szülőkre, barátokra, tanárokra, akik a legnehezebb pillanatokban is veletek voltak. Köszönöm mindenkinek! Tisztelt kollégák! Nehéz, de örömteli munka volt a diákokat idáig eljutatni. Köszönöm magam és a szülők nevében a türelmes, a tartalmas és a következetes munkát. Köszönöm mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit az elmúlt évek alatt kaptak diákjaink. Külön köszönöm az osztályfőnököknek azt az áldozatos munkát, amit több éven keresztül végeztek. A 12. K osztály osztályfőnökének, Szalanyi Terjék Éva tanárnőnek, informatika és kereskedem osztály, a 11. B osztály osztályfőnökének, Kléberger Tünde tanárnőnek, a 11. C osztály osztályfőnökének, Brumber Ágas tanárnőnek, ipari gépész és gépi forgácsoló, a 13. N-i osztály osztályfőnökének, Fejér Eszter tanárnőnek, ez egy 2 éves érettségi felkészítő, illetve a 13. A osztály osztályfőnökének, Horváth Péter tanárnőnek 1 éves kereskedelmi osztály. Kedves szülők, barátok, hozzátartozók! Önök tudják, hogy a mai napig mennyi mindent tettek az itt álló fiatalok boldogulásáért. Kérem, álljanak meg a mindennapi munka rohanásában, de főleg most ebben az időszakban. Gondoljanak vissza az utóbbi évekre, azokra az áldozatokra, amiket vállaltak értük. Úgy érzem, hogy azért, amilyenek lettek, és amilyenek lesznek a fiatalok, ebbe közös a felelősségünk. Kérem, segítsék őket abban, hogy boldogságban tudjanak élni.
Köszönöm. Én kívánok mindenkinek jó erőt, egészséget, kitartást és sok szerencsét a következő időszakra. Köszönöm, hogy meghallgattak. A ballaktatók részéről Borostyán Margarita köszönti a végzősöket. Kedves végzős diáktársaim! Megtisztelő számomra, hogy az alsó B folyamosok nevében én mondhatom a búcsúbeszédet. Nem könnyű olyan beszédet mondani a jeles alkalomból, amely közhelyektől mentes és emlékezetes lehet. Mégis, ha csak néhány szó marad meg, remélem, azok szép emléket idéznek fel, remélem örömet és erőt adnak mindenkinek. A mai nap igen fontos számotokra. Eljött az idő, amikor tőletek, rangidősöktől fájó szívvel, de búcsút kell vennünk. Azt szokták mondani, hogy a ballagás napja az elválásé és a bánattól könnyes szemeké. Én azonban azt gondolom, hogy ez csak részben igaz. Gondoljunk csak bele, a mai nap ünnep is, a ti ünnepetek. Ma minden rólatok szól, még ha teljesen más módon is, mint ahogy szokott. Ugyanakkor ez a nap vitathatatlanul búcsú is. Búcsú az iskolától, a tanáraitoktól, diáktársaitoktól. Ám az elválást mindig egy új, egy ismeretlen megismerése követi, mely bővelkedik lehetőségekben, új kapcsolatokban. A Percelmor Technikum szakképző iskola és tanulóiként tanáraitoktól megfelelő alapot kaptátok ahhoz, hogy a nagybetűs életben is megálljátok a helyeteket. De talán úgy helyes az állítás, hogy a tanáraitoktól is. Hiszen nem szabad megfeledkeznetek szeretett szüleitekről sem, akik mindenben támogattak titeket. Úgy hiszem, hogy ez a nap az ő napjuk is, ez a siker az ő sikerük is. Sajnos a jelenlegi járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, hogy itt az iskola falai között személyekről láthassátok a búcsút. A középiskolai tanulmányok befejezése mindannyiatok számára valóban nagy lépés a saját élete felé vezető úton. Már nem fogtok témazárókat írni, amelyek emlékeztetni fognak benneteket arra, hogy évközben néha tanulni is kell, és nem fog minden felé is veszélyesen fenyegetni többé, sem személyesen, sem online. Ezentúl a ti felelősségetek sok minden, ami eddig tanáraitokra és szüleitekre hárult. Majd megértitek, hogy a függetlenségnek ár van, mégpedig a felelősség. Kiléptek egy ismeretlen világba. Most kicsit talán szorongtok, de valljátok be, ti is vártátok már a napot. Elhagyni ezt a talán kicsit szürke, de mindenképp nagyon családias légkörű második otthonotokat, a Percelt. Közeleg az, amitől elmúlt néhány év alatt a legjobban féltetek. A szakmai vizsga és az érettségi, mely minden végzés számára kihívás. Kívánom, hogy úgy sikerüljön ez a megmerettetés, ahogy ezt megálmodtátok, hogy utána gondtalanul élvezhessétek a nyarat. Végül egy Csóri Sándor idézettel búcsúzom tőletek. El kell indulni minden útra, az embert minden úton várják. Nincs halálos érv a maradásra, csak a találkozásra s kalandra. A végzősök nevében búcsúzik Szehofner Dominik. Kedves ballagó diáktársaim! Az utolsó év a középiskolában mindig különleges, felejthetetlen. Tele van várakozással, eseményekkel, élményekkel. Mi is így néztünk ezzel a tanév elé. Bár már az elején sejtettük, hogy ez nem fog hasonlítani a korábbi tanévekre, sőt, igazából semmire, amivel eddig találkoztunk. Lázat mértek, amikor beléptünk az iskolába, folyamatosan fertőtlenítettük a kezünket, maszkot viseltünk, távolságot kellett tartanunk, bár ez nem mindig sikerült, de még ez is elviselhető volt, mert együtt voltunk. Láthattuk egymást, röpködtek a poénok az órákon, néha talán el is felejtettük pár percre a járványt. Aztán jött a bejelentés, hogy online folytatjuk tovább, nem tudtuk meddig. Jöttek-mentek a hónapok, és szép lassan eltelt a tanév. Végig reménykedtünk, hogy javul a helyzet, hogy visszajöhetünk. Szerettünk volna nevetni egymás bénázásán a szallagavatós táncpróbákon, és utána elvarázsolni a keringővel és az osztálytáncra szülőket, barátokat, végül egy hatalmasat tombolni, megtáncoltatni a tanárainkat. Főzni valami jót, de legalábbis ehetőt a percelnapon, kicsit kirúgni a hámból az osztálykiránduláson. Hülyészkedni a bolond ballagáson, kissé hamisan, de lelkesen énekelni a tanároknak a szerenádon, bár lehet, hogy ők ezt nem bánják, hogy ezt megúszták. De mind csak füstbe ment elvett, és végül szerettünk volna hagyományos formában elballagni, méltó módon lezárni ezt a tanévet, vagy ezt a néhány évet. Ez sem jött össze. Ehelyett megtapasztalhattuk, hogy milyen pizsamában, ágyban, párnák közül követni az online órákat.
nem az iskolában, hanem otthon másolni egymásról a házit, internetes segítséggel írni a dolgozatot, óra közben megfőzni az ebédet, vagy rekordot dönteni a kedvenc játékunkban. Online súlyt lökni, vagy úszni a szobánkban tesi órán. Beszállni a kistesónkat, miközben a tanárpont bennünket szólogat az online térben. Bár akadtak vicces pillanatok, mégsem volt könnyű. Sőt, nagyon nehéz volt. De végigcsináltuk, vettük az akadályokat, alkalmazkodtunk az új helyzethez, hiszen a felnőtt életben is ez lesz a legfontosabb feladatunk. Alkalmazkodni a folyton változó világhoz. Jöhetnek a vizsgák, állunk elébe. Mindannyiunknak sok sikert és persze egy kis szerencsét kívánok hozzájuk. A 11. B osztálytól búcsúzik osztályfőnöke, Kléberger Tünde. Kedves diákjaim! Hihetetlen, hogy már ide érkeztünk. Ez a 3 év elrepült egy pillanat alatt. Van egy általános igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell néznie, akár akarjuk, akár nem. Egyszer minden véget ér. Akármennyire is vártátok ezt a napot, sosem jó érzés, ha valami véget ér. De a befejezés elkerülhetetlen. A levelek lehullanak, becsukod a könyvet, elbúcsúzol. Számotokra ez is egy ilyen nap, ma búcsút intetek mindennek, ami ismerős volt, mindennek, ami kényelmes volt. Tovább léptek. De attól, hogy elmentek, és ez fáj, lesznek emberek, akik részesei maradnak az életeteknek, akármi is történjen. Ők a ti biztos talajotok, a sarkcsillagaitok, és az apró tiszta hangok a szívetekben, amelyek veletek lesznek örökre. Az itt eltöltött 3 év mindenkiben nyomot hagy. Tanárban, diákban egyaránt. A közös emlékek, az új barátságok, szerelmek, a nem szeretem és a szeretem órák, a közös kirándulások, az állatmenhelyen tett látogatásunk, a Balaton szepezni nyaralásunk, a nagy összeveszések és a nagy kibékülések, és még sorolhatnám a sok közös élményt. Amikor kértem tőletek, hogy írjátok nekem az itt töltött emlékezetes eseményekről, szinte mind megemlítettétek a közös óráinkat. Jól éreztétek magatokat a zöldség és gyümölcs saláta készítésénél. A lisztek bemutatásán, amikor külön kértem, hogy feketébe gyertek. Nem is értettétek az összefüggést még, de óra végére, amiután éppen eltüsszentettem magam, már mindenki rájött, hogy miköze a fekete ruhának a lisztek fajtáihoz. Megtanultátok azt is, hogy a spagetti tészta akkor jó, ha egy szál fent marad a csempén, nem az egész fazékkal. Írtátok még, hogy a szintvizsga miatt mindenki aggódott, hiszen ez volt az első megmérettetés az életetekben, aztán rájöttetek, hogy nem is volt az olyan nehéz, hiszen mindenkinek sikerült, és egész jól. Említettétek még azokat az órákat, amikor már nagyon fáradtak voltatok, és semmiképp sem szerettetek volna tanulni, vagy netán dolgozatot írni. Próbálkoztatok más témát felhozni, és ahogy írtátok, elbeszélgettük az időt. Elárulom, hogy mi tanárok is látjuk, ha nagyon fáradtak vagytok, és igen, engedjük, hogy elbeszélgessük azt az időt. Nagy haszna van annak is, és örülök, hogy többen rá is jöttetek erre. Elérkezett az első igazi nagy megmérettetés ideje, a szakmát, amit tanultatok, meg kell pecsételni egy bizonyítvánnyal. Annak pedig megszerzése nem egyszerű feladat, hiszen amiről a 3 év alatt tanultatok, most számot kell adnotok. Én nem félek tőle. Úgy gondolom, hogy a fura körülmények között szerzett tudást megerősítitek a vizsgával. Tudom, hogy kellőképpen fel lettetek készítve és fel vagytok készülve arra, hogy ez sikeres legyen. Mintha ma lett volna, amikor beléptem a 9. osztályterem küszöbén. Csupa izgalommal teli, csillogó szemű diákot láttam. A kezdetben félénk kislányokból mára-már céltudatos, és az álmaikat megvalósítani vágyó felnőttek váltak. Büszke vagyok rátok, és kívánom, hogy mindegyőtök érje el a kitűzött céljait. Útravalónak fogadjátok el tőlem ezt a rövid kis üzenetet. A sérelmeket homokba írt,
A jót várványbalést. A 11. C osztálytól elköszön az osztályfőnöke, Brumbauer Ágnes. Ballag már a vén diák. Ezt és hasonló ballagási dalokat hallhatnánk a hangszórókból, a hagyományos ballagásunk lenne, de nincs. Sziasztok, kedves ballagók! Nem hittem volna, hogy ilyen rendkívüli módon kell eljutatnom hozzátok utolsó mondataimat. Április vége felé járunk, és ahelyett, hogy az iskolai ballagásra készülnénk, mindenki otthon a popóján csücsül. Sajnos nem lehetünk együtt. Novemberben nem gondoltuk volna, hogy ilyen sokáig nem láthatjuk majd egymást, és elmarad a szalagavatónk, és szerenádozni sem fogunk. Sokan közületek már 9. óta várták ezt a napot, hogy letudják a középiskolát, és végre kiszabaduljanak az iskolapadból. Sajnos nagyon sok fontos pillanatot szalasztottunk el, csodákra várva. Ugyan káosz van körülöttünk, minden a fejtetejére állt, de nem adhatjuk fel, mivel a lényeg még hátra van. A koronavírus idején vizsgázni nem könnyű, de nem is lehetetlen. Májusban rátok is írásbeli és gyakorlati vizsgák várnak, tehát zsa. Mindenki pacekba vágja magát, és neki fut a vizsgáknak. Ez egy rendkívüli ballagás, így én egy rendkívüli osztályfőnöki beszámolóval búcsúzom tőletek. Egy szokatlan tanév, szokatlan osztályfőnöki beszédet kíván, ez már csak ilyen. Ez most kérem a 11. C osztály rövid története, mely osztály létszáma 16 fő. Az osztály 9 gépi forgácsolóból és 7 ipari gépészből áll. Gépi forgácsolóink C. Csaba, Madar Patrik, Magosi Szabolcs, Magosi Tamás, Molnár Milán, Stolmár Ádám, Szabó Márk, Szú Erik és Varga Tamás. Ipari gépészeink Gubányi István, Horváth Ádám, Hrubi János, Kis Máté, Lampert Zalán, Szűcs Alex és Strádler Benjamin. Van nekünk 9, de milyen 9 gépi forgácsolónk? A 9-es szám a tökéletesség száma a szám misztikában, de nálunk sajna ez nem mindig volt igaz. A 9 ember inkább hajlamos volt szétesésre. A játékszenvedély végigkíséri útjukat, játszottak ők nap mint nap, leginkább éjjel, ha kellett, ha sem, tanulás helyett is, és sokszor a mi idegeinkkel is. Található köztük láncdohányos, aki szünetekben rohant a friss levegőre, hogy időben kiérjen cigizni, mert a szünet ugye mindenkinek jár. Néhányan a hétvégét sem tudták haverok buli fanta nélkül elképzelni. Persze a 7-es is egy igen fontos szám, mind a mellett, hogy tudjuk káosz, esetleges rendetlenség, feledékenység jellemezheti. Káosz az óra jegyzetekben, rendetlenség a füzetekben, de tán még otthon a szobákban is. A feledékenység nagy ellenfelünk volt a 3 év alatt, hisz napi szinten meg kellett küzdenünk az igazolásokkal, a szóltál le a gyakorlaton, hogy beteg vagy, lezárattad a táppénzes papírodat, hoztál munkanaplót, kértél gyakorlati jegyet végre, miért késtél, már megint nem voltál órán, és hasonló mondatokkal. Ipari gépészeink tudtak trehányak lenni, de mi így szeretjük őket. Hiányzik, ha hiányzik, Brumbauer Ágnes osztályfőnök, aki már nem zaklat és noszogat mostantól naponta, aki nem használja már az osztálycsoport üzenőfalát idegesítő kérdésekre, kérésekre, aki nem telefonál rád, hogy ébresztő, elaludtál. Az ofőt keresni, telefonon hívni persze továbbra is lehet, hisz jól jönnek a csevegések, éjszakai beszélgetések. Sok sikert, kéz és lábtörést kívánok mindenkinek a vizsgákhoz. Kitartást, srácok! A 13. A osztálytól búcsúzik osztályfőnöke Horváth Péter. Kedves ballagó diákok! Az együtt töltött pár hónapot leginkább tiszavirág jellegűnek mondanám, személyesen csak néhány alkalommal tudtunk találkozni, mert már ekkor javában dúlt az online oktatás. Mindenféle ismerkedési lehetőséget megragadtunk a digitális osztályfőnöki órákon,
De mindannyian sejtjük, hogy nem ebben a formában köttetnek az életre szóló barátságok. A kollégák elmondása alapján, akik régebb óta ismernek benneteket, csak jó és kedves szavakkal jellemeztek. És én is ehhez a csoporthoz tartoznék. Bízom benne, hogy az itt szerzett tudás az élet számos területén hasznotokra válik majd, és az itt megélt sok közös élményre visszagondolva kellemes emlék lesz számotokra. Kívánom nektek, hogy soha ne adjátok fel az álmaitokat, még akkor sem, ha mások azt mondják, hogy bizony, az lehetetlen. Itt megemlíteném az egyik kedvenc idézetemet, hogy csak akkor add fel, ha bélyeg van rajta. Most eljött az ideje a tovább lépésnek, hogy az élet más területén is kipróbáljátok magatokat, remélem ugyanolyan sikerrel, mint ahogy az eddig elétek gördülő akadályokat leküzdöttétek. Nagyon örültem, hogy megismertelek titeket. A 12. A-osztálytól elköszön osztályfőnöke, Szalainé Terjéki Éva. Kedves osztályom, kedves 12. ások! Nehezen találom a szavakat, amelyekkel elbúcsúztatok tőletek, ezután az igen érdekesre sikeredett 4 év után. Úgy gondoltam, néhány film és tévéműsor címét hívom segítségül, hogy megmutassam a benyomásaimat veletek kapcsolatban. Először is az osztály nekem kicsit hasonlított a való világvillára. Folyamatosan jöttek az új beköltözők, és aki nem tetszett nektek, azt megpróbáltátok kiszavazni. De aztán egy idő után barátok közt éreztétek magatokat, és együtt voltatok jóban, rosszban. Előfordult, hogy órai kudarcok esetén el akartátok velem hitetni, hogy mindez csak a rossz tanár hibája. Aki viszont sikeresen teljesítette tanévet, onnantól kezdve azt hitte, hogy ő a terminátor, aki mindenre is képes. Mi viszont néha úgy éreztük a kollégákkal, hogy benneteket eljutatni az érettségig, mission impossible. A szünetekben a büfénél hajlamosak voltatok lejátszani az éhező példalát. Perccel napokon viszont mindenki azt hitte közületek, hogy ő a konyhafőnök VIP. Tesi órán, ha nem volt nálatok felszerelés, felmerült a kérdés, hogy lehettek-e 4-en egy gatyában. Ha valami feladatot akartam kiosztani nektek, halálos iramban menekültetek előlem. Olyan gyakran látogattátok például az orvosi rendelőt, hogy néha már azt hittem, vészhelyzet van. Képesek voltatok olyan betegségeket is kitalálni magatoknak, amelyeket még Dr. House sem ismer. Azt hiszem, Sherlock és Watson sem nyomozott annyit, mint én az igazolások után. Az idei tanévünkről, bár nem találkoztunk Jim Carreyvel és Cameron Diazzal, rögtön a maszkot eszünk be. Aztán az online oktatás alatt, amikor a házi feladataitokat néztem, időnként felmerült bennem, hogy szemfényvesztők vagytok, bár szerintetek elkészült a tökéletes másolat. A mítes órán feltettem egy kérdést, előfordult, hogy hang nélkül maradtunk, mert kiderült, hogy nem csak a bárányok hallgatnak, hanem ti is. Igazán bízom benne, hogy az érettségén nem süllyedtek el, mint a Titanic, és nem kell azt mondanunk, hogy ez nem volt valami nagy duranás. Legyetek mindig ilyen életre való, és akkor úgy érezhetitek, hogy az élet számotokra valami Amerika. A 13. N-ét köszönti osztályfőnöke Fehér Eszter. Kedves osztályom, kedves 13 N-é! A mai napon a középiskolai időtök lejárt, és életeteknek egy fontos állomásához érkeztetek, ahol a búcsú nagyon nehéz. Az elválás mindig összetett érzés. Egyrészt a visszatartó kedves emlékek, másrészt a várható élmények, remények keverednek. Szorongás fog el benneteket, ha arra gondoltok, hogy eljött a búcsúzás ideje. Búcsúzás az iskolától, a tanároktól, a diáktársaitoktól, mindazoktól, akikkel együtt voltatok, együtt éltetek, tanultatok és dolgoztatok az itt eltöltött évek alatt. Hosszú idő. Ez alatt megismertetek mindent. Tisztában vagytok vele, melyik tanteremben melyik szék billeg, melyik táblafilcet lehet letörölni, melyik hagy végleges nyomot, hol lehet észrevétlenül puskázni, melyik teremre milyen padfirka jellemző, melyik ajtó van mindig zárva, illetve nyitva. Kezdetben nem lesz könnyű beilleszkedni a választott új környezetbe, de előbb-utóbb ott is megszokjátok, megtapasztaljátok majd, melyik székre ülhettek nyugalommal. Próbáljátok az elválás jó oldalát is szem előtt tartani, vár rátok az élet. Olyan úton indulhattok el, amit szerettek, hiszen ti választottátok.
A továbbiakban újabb és újabb teljesítendő feladatok árasztanak majd el benneteket, és lehet, hogy hiányozni fognak a most még oly tragikusnak ítélt témazáró dolgozatok, a karácsonyi műsor elkészítése, a közös pizzázások, vagy az utóbbi pár hónap legfontosabb kérdése. Srácok, holnap mikor kezdünk? Hamarosan itt az érettségi, amelyre a kezdetektől készülünk. A jelenlegi helyzetben vizsgát tenni nem könnyű feladat. A digitális oktatás személytelensége új kihívások elé állított mindannyiunkat. De ebben az időszakban is bíztattuk egymást, tartottuk a kapcsolatot folyamatosan. Őszintén remélem, hogy mindenkinek sikerül úgy teljesítenie és oda megérkeznie, ahogy és ahova elképzelte. Mindenképpen számítsatok arra, hogy még sok-sok az eddigieknél keményebb tanulás áll előttetek. Az eredményekhez elsősorban tudás szükséges. Magatok is tapasztaljátok Osváterni megállapítását, a tudást nem lehet ajándékba kapni. Elköszönni tőletek Bódi László egyik dalszöveg részletével szeretnék. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad, belőlem néhány pillanat. Online balagásunk véget ért, köszönjük megtisztelő figyelmüket!